magyar, Szalma Tamás vagyok, innen Magyar Kanizsáról. A Magyar Kanizsai Íjászkör alapító tagja. Mi elkezdünk a srácokkal összehozni akkor egy olyat, hogy hagyományozás. Ezt próbálom még, ők már nem tudnak belesegíteni, próbálom egy magam tovább vinni a barátaimon keresztül, akik itt vannak, ezek a barátaim. Ezt akarom folytatni, visszaadni az embereknek, legalább a gyerekeket visszahozni a kompjútertől, tehát ide. Tehát, hogy a környezet része legyünk. Természettel egy harmónia. Köszönöm szépen a segítséget, harmóniában, mint az ősök éltek. Hogy ne a természetet alakítsuk saját magunkból, hanem a természet, alakuljunk mi a természethez. Tehát valamikor így voltak őseink. Tehát az árasztásos földműveléstől kezdve, tehát mikor áradt a folyó, meg volt úgy a vetés, meg a különböző legeltetés, hogy mikor lelegeltetek egy területet, mennek tovább, nem használták ki, nem. Ez a körbejárás, nem úgymond a fetés, forgós legeltetés, tehát ez bemutatni az embereknek, mert gyerekek erről nem tudnak. Gyerekeknek azt tetszik, hogy itt az a páncélos, kardos felekedés, de a másik a háttér mellette. Azt szeretném bemutatni, meg azt szeretném visszaadni. Mióta foglalkozik ezzel? Több mint 10 éve kezdtem el foglalkozni, hogy megalakítottuk a Magyar Kanizsai Íjászkört. Először íjakat próbáltam készíteni, történelmi íjakat, szarus íjakat, nem sikerült. Aztán nekiálltam páncélok készítésének. És akkor az maradt igazán a hobbim, ami ott kint látható a sátor mellett, a történelmi páncélok. Tehát a lényeg az benne, hogy a leírások alapján, tehát a rekonstruált ásatások alapján csinálom a páncélokat, nem a hasonlósokat. Értem. Na, én most vagyok először itt, nekem nagyon tetszik, és autentikus, hogy az emberek fel vannak szépen öltözve, nagyon, nagyon szép rendezvény. Én előszól. Csak jót tudok mondani róla. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Azokról az igaziakról beszélünk, és erről szóljon a következő dal. Jó napot! Hol van,
kétkezes. Nagyon nagy különbség ugye nincs a kettő között, valamivel hosszabb a kétkezes. A másfélkezesnek a lényege az, hogy nem annyira borzasztó néz, hogy egy kézben el lehessen forgatni, de már két kézben is megállja a helyét. A kézes kardok vagy nemes kardok, azok hát ritkaságnak szerintem a középkorban, mert hogy borzasztó drága volt egy ilyet beszerezni. Nem éppen a kovács munkásság miatt, mert abban az időben olcsó volt a megmunkálás, viszont a beszerzése magának a fémnek az nehéz volt, mert rendes jó fém és vasércet a távolabbi keleti országokban tudtak bányászni, és a Balti tengerre hozták be. És ugye talán volt szennyezett anyagokkal, vagy szennyező anyagokkal annak a vas érc, amit kibányáztak, szóval nagyon nehéz volt eljutni egyáltalán addig a pontig a kovácsnak, hogy már normálisan tudta alakítani a kardot. Nem, hogy azt ugye később ugye csatába használhassák. De egy jól megfizetett, tehát egy rendesen drága kard, az ugye nemzedékeket túlél, és apáról fiúra terjed tovább. Megfoghatom a... Persze. Ez ahhoz képest relatív könnyű. Igen, tehát lényeges dolog volt a kardoknál, hogy magas széntartalmú acélt használtak, mert hogy ezt úgy forgatni is kellett. Azért egész csatát ebben hát azért, hogy meg kellett markolni. És ennél még lényegesen nagyobbak is léteztek. A németeknek volt a híres Zweihandel kardjuk, ami olyan 190 centisek voltak a rövidebbek. Tehát az már úgy működött, hogy volt a kard, már hogy idáig ért a kard a földtől. Igen. És volt a nagy markolata, volt még egy keresztvas a följebb, és még egy fogása. És már szinte mint lándzsát használták. Inkább eszetben a csatában, de általában az már nemesebb testőrségeknek adtak olyan fegyvert, illetve általában díszőrségek használtak olyan fegyvereket, mert borzasztó nehéz azzal csatározni. A csatában ugyebár nagyon kevés hely van, akkor a fegyvereknek. Vigyázz, ne lóbálj! Köszönöm szépen! Például ez mondjuk elég ések. Látszunk is rajta. Például ezt a csatavárat megészítettük. Eredeti replikák, csak hát nem kovácsolták. Értem. Tehát az anyag annyira nem kemény. Hát nem korhűanyag, tehát ez féderlap, amiből a laprugókat csinálják a kocsikba. Aha, hát akkor az elég kemény. Hát nem épp a legkeményebb, nem a keménység számít, hanem a szívósága az anyagnak. Azért eléggé csak embertelen dolgokat csinálunk vele. Köszönöm szépen. Szóval ez a pozitívuma. Ez sem volt éppen olcsó. Átszúrni? Átszúrni lehet, szúrás ellen nem véd. Intoni a láncszemeket. Akár. Tehát a kard lándzsa éle az át, tehát szétfeszíti a láncszemeket. Vannak olyan versenyek, ahol beöltöznek? Természetesen. Tehát teljesen? Teljesen. Itt a mellettünk lévőek a Béli Orlovisok. Ők esélyes, hogy csinálni fognak ma buhurtot, hát az a vívásnak, meg a birkózásnak a szerelem gyermeke. Tehát ami páncélt lehetséges az emberre felrakni, azt felhúzzák. És hát kb. Az a szabály, hogy akkor veszít a másik, hogyha a talpán kívül vagy más éri a földet. És addig püfölik egymást, ahol érik. Elég embertelen, de azért vigyáznak minden esetre egymásra, mert egyébként eléggé csak szűkösebb lenne a csapat. Fogyna az ember. Fogyna. Érted? Deszpotovácon voltunk, ott eléggé csak rendes nagy buhurt rendezvény volt. Ott volt az, hogy volt páros buhurt, volt 5 ellen, volt 20-20 ellen, meg volt 40-40 ellen. Nem? 1-1 ellen, 5-5 ellen, 15-15 ellen, meg 25 nyilván. 25-25 ellen? Aztán volt a 150-a 150 ellen. Aztán volt a 150 ellen. Minden nő ellen. Minden nő. Hát az már kemény jó. Ott úgy nézett ki, mint egy igazi csata. Röpködtek a darabok. Nagy napu nem kérnék abba a popomból, mint ő arra. Szerencsére nagyobb sérülések ott nem voltak. Nem szarag. Egy srácnak az órát betörték. Hát volt, amelyeket most úgy a csóták fő harmadik körre. Szervek közé úgy a csóták. Figyelj, némelyik úgy, mint a mentő.
lesz. Jó, Péter csinálja. Hát, kérdezik a hát. Hát az ilyen, az azt ilyen. Jó, az ember ért hozzá. Valamelyes. Oštica, mora da se gleda kada je maštica. Manje razne odpreši. Csak nem kell sietni. Csak nyugodt. Kihúztad. Célozzad. Nem kell sietni. Vigyázz többet, meg kinézz úgy köszönni. Jaj, vagyunk itt pár. Nem, nem, nem. Jó. De nem rá, alá. Magával négy katona, aki tudta forgatni is, harcba is, jó harc, tudta használni, viszont könnyű volt, tudta dobni is. De ezt nem azért, ne csak én mondjam, hanem más. Én már ennek is erőni fogok. Jó, így könnyű van velük. Jó, el már sánta fogjuk rá. Most már fél sánta. Azért kicsit avatottam, kis hogy jó szépség, cserényem. Magamban mutatom én, hogy kell. Nekem más is nagy, nem csak a szám. Ja, a pocakja. Hát de az alatt is van valami. A legkövérebb disznó a leghangosabb. Te még fön szeretnél hónap kelni? Ez is csak majd el. Viszettem a
És nem tudja melyik a jobb és a bal, három aranyja kevesebb lesz a zsoldja. Ha most is mikuszban van. Hát...
Egyszer volt, hol nem volt. Udruženje za očuvanje starih zanata i veština Beli Orlovi. Bavimo se rekonstrukcijom druge polovine 14. i prve polovine 15. veka. Kroz borbe i razne zajedske radionice, stravičanstvo, jahanje, razne umetničke radionice i to predstavljamo širom Evrope na srednjim kampovima i nekim događajima kao što je ovaj. Super, vidio sam da ima i takmičenje u Smederevu svake godine. Ove godine je bilo prvi put u Smederevu, to je svetsko prvenstvo u viteškim borbama koje je svake godine u drugoj zemlji. Tako aha. Da pre toga je bilo u Rimu, u Barceloni, u Pragu, tako sada smo mi došli na red i 2019. je bilo u Smederevu. Imali smo 2000 učesnika iz 42 zemlje i oko 30.000 posetioca, tako da svaka smo prezadovoljni ovom godinu. Koliko je to bila grupacija? 2000 učesnika, ali koliko grupa? Pa 40 zemalja je došlo sa svojim reprezentacijama, znači, od toga kada se podeli po ekipama, u grupnim borbama je bilo oko 70 ekipa i pored toga duelista, to jest pojedinačnih boraca je bilo možda tako oko 40, nemam ne znam tačno informaciju, ali svi su predstavljali svake zemlje koja je imala šanse da dovede sve ljude iz raznih kategorija i dovela. Tako da, je bilo jako zanimljivo. Mi imamo nešto slično u Srbiji, krajem augusta, sada ove godine će biti od 23. do 25. augusta, u Manasiji, Manastir Manasija, Just Out Festival. A, Just Out. Pa da, to je neko čedo koje smo počeli pre 5 godina i tako je izrasao jedan ogroman festival. Prošle godine smo imali između 120 i 150 hiljada ljudi. Posebno takve stvari 3 dana. Malte neko guča. Pošto je prošle godine bilo 6. godine Manastira Manasije, imali smo 600 vitezova da se bore u čast 10. Oh, svaka čast. Hvala lijepo. Hvala vam. Sve najbolje.